Tisztelgéshez! Isten, áld meg a magyart! Isten, áld meg a magyart! Nagyon sok célja van ennek a rendezvénynek, többek között a hagyományok ápolása, illetve esetleg az, hogy a fiatalabb generációnak is megmutassátok, hogy mitől is szép a vívás, mennyire érdeklődnek ezután a fiatalok. Hála Istennek, nagyon-nagyon érdeklődnek. Amikor elindult a vívóiskolánk 6 évvel ezelőtt, jó rész még felnőttek jöttek le. Most a tanítványok 80%-a fiatal, tehát 12 évestől a gimnázium végéig bezárólag. Tehát abszolút kifiatalodott a Simonyi vívóiskola. Milyen gyakorlatokat láthat most itt a közönség? Most formagyakorlat lesz. Először helyben, aztán nyilván ilyen mozgásból előre-hátra lépések lesznek, tehát kicsit dinamikusabb lesz a második része, utána pedig páros gyakorlatokat fognak bemutatni. A végén lesz egy, nevezzük virtuóz pengejátéknak, és ezzel fog gyakorlatilag záródni a vívó bemutató. Mindezt úgy, hogy a régi hagyományos Toldi Miklós indulóra, tehát ami ennek a Vívó Mesterképző Intézetnek, aminek mi a hagyományőrzői vagyunk, ennek volt az indulója, és akkor erre a zenére fog, erre a katonai indulóra fogunk bemutatózni. Mindig van a rendezvénynek egy úgymond központi témája, ez ugyebár egy kétszeres bajnoknak a 120. születési évfordulója. Mitől különleges ő azon kívül, hogy ugye kiválóan vívott? Jekelfarusi Piller György, igen, azon túl, hogy kétszeres olimpiai bajnok volt kardvívásban, azért különleges, mert amíg ő volt a magyar kardválogatottnak a szövetségi kapitánya, ez majdnem 20 évig volt, ha jól emlékszem, a magyar kardválogatottat nem győzték le sose. Tehát amikor a magyar kardválogatott elindult bármiféle világversenyen, mindig aranyat hozott haza. Ez volt a különleges. Ugye is a Jekelfarusi Piller György, ugye ő az egyik legjobb, legkedvesebb tanítványa volt Borsodi Lászlónak, aki ennek az intézetnek a fővívó mestere volt, és ugye katonaként fölmérte az ellenséget, földerített, aztán a gyenge pontra lecsaptak, és mindig elhozták az aranyat a magyarok. Nagyon sok mindenre megtanít egy fiatalt is a vívás. Kikből lehet igazán jó vívó? Hát aki magyar szívű és magyar lelkületű, akinek magyar gondolatai vannak, aki átéli a magyarságát és megéli a szabja vívásban. Én azt gondolom, hogy azokból lesz igazán jó vívó, akik magyar szívvel vívnak. A kar csak egy eszköz. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy igazán jó vívónak? Hát én azt gondolom, hogy először is alázatnak, szeretetnek, elkötelezettségnek, és tudnia kell, hogy nem csak önmagáért, hanem hogy valójában kikért is vív. Mi az, amit ilyenkor leginkább eltanulnak az iskolában? A vívóiskolában ugye a vívás egy nagyon jó eszköz arra, hogy fegyelmet, koncentrációt tanuljon, és ezt ugye tudják később a vívótermen kívül is kamatoztatni. Tehát amikor nagy a nyomás, problémák vannak, ugye a vívás arról szól, hogy ha fáradt az ember, sajok keze lába, az izzadság belecsorog a szemébe, akkor is vívni kell. Tehát nincs olyan, hogy megfutamodunk, és ezt tanulják meg a fiatalok. És ezt nyilván tudják később kamatoztatni az iskolába, és az illetve az élet bármely területén, hogy jön a nyomás, de ők állják a sarat.